Amit említett, hogy kiáll a tüntetések hátterében adott esetben külföldről finanszírozott civil szervezet, a mostani eseteknél látszik ez a vonal? Olyan egyértelmű, és ez a híradó.hu-n is megjelent, hogy recept szerint dolgoznak, hogy lényegében most 2022. júliusában lemásolták és alkalmazták a 2018. áprilisára megalkotott forgatókönyvet, ahol konkrétan lefektetésre került, hogy például a kétfarkú kutyapárt elnökének milyen szerep jut majd a demonstrációban,